Köszönöm a szót, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Hogyha a külügyminiszter úr felszólalására reagálunk, mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy köszönet, és köszönet azért, hogy ő és a magyar kormány kiáll a magyar jogok érdekeinek védelmében, nemzetközi szintéren és a kárpátai magyarokért is. Ugye, ha megnézzük a magyar-ukrán alapszerződést, akkor az abban lévő egyik legfontosabb az volt, hogy Ukrajna garantálja a kisebbségi jogokat a magyarok számára, és sok egyéb más részlete is vannak ennek, és elmondhatjuk, hogy ezt Magyarország betartja, Ukrajna viszont sajnos nem tartja be. Majdan után, amikor a Ukrajna közeledett a NATO-hoz és az EU-hoz, ahogy most is közeledik, elmondhatjuk azt, hogy Magyarország volt az egyik legnagyobb támogatója ennek, ezt még Ukrajna is elismeri. Viszont ezt a kormány ezt az álláspontot tekinti alaphelyzetnek, viszont azzal, hogy nyelvtörvényt, oktatási törvényt és egyéb magyarokat sújtó intézkedéseket hoztak, természetes, hogy Magyarország ezt már nem tudja vállalni. A Poroshenko alatti mélypontban olyan intézkedések hoztak a magyarok ellen, amelyek azt gondolom, hogy nem fenntarthatók. Nagy a nyomás a magyar kormányon azért, hogy Ukrajna NATO-hoz való közeledését tudja támogatni, de ehhez mindenképpen változásra van szükség. Én bízok abban, hogy az új Zelenszky államelnök úr féle irányvonal talán egy új korszakot fog jelenteni, amely ebben egy kis enyhülést tud hozni. Fontos azt elmondanom, hogy sajtóértesések szerint több mint 16 ezer új behívót fognak kiadni Ukrajna területére, és ez a Kárpát-alja megyét 460 fővel érinti, amely természetesen újabb nagy terhet fog róni a magyar családokra, hiszen nagy része ezeknek a behívóknak magyar fiatalokhoz fog érkezni. Én azt kérem a Fidesz frakció részéről, a külügyminiszter úrtól és a magyar kormánytól, hogy támogassa azt, hogy a magyar kisebbségek jogai minél előbb tudjanak javulni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Köszönöm szépen!